Már csak 10 hétre elegendő búzakészlet van a Földön. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Bizony, ilyet is olvashattunk az elmúlt napokban. A következő percekben arról fogunk beszélni, hogy mekkora mértékű élelmiszerválság várhat ránk, Európára és a Föld lakosaira. Kutasi Gábort köszöntöm a stúdióba, a Gazdaság és Versenyképesség Kutató Intézet vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Fontos leszögezni, hogy az orosz-ukrán háború ugye nem a kirobbantó oka volt annak, hogy élelmiszerválság alakult ki, sokkal inkább a parázsló tűzre olaj, de annál nagyobb mértékű. Mi a helyzet jelenleg? Rosszabb-e a helyzet, mint a legutóbbi világválság ideje alatt? Hát ugye, ha megnézzük a Élelmezési Világszervezetnek, a FAO-nak a jelentéseit, ott valóban azt találjuk, hogy már korábbi különböző növény- és állatbetegségek is veszélyeztették az idei vagy a jövő évi élelmiszerellátást, és itt a szárazság, éghajlati hatások is befolyásolják kedvezőtlen irányban ebben az évben az elérhető élelmiszerek mennyiségét. De ehhez még ugye hozzátehetnénk azt is, ami egy súlyosabb probléma a jövedelmi szegénységből fakadóan, hogy az emelkedő árak mögött a bizonyos országok növekvő élelmiszerfogyasztása, elkölthető pénzmennyisége, itt a Covid válság után egyrészt a háztartásoknak nagyon sok el nem költött pénze maradt a fejlett országokban, másrészt a fejlett országokban nagyon sok helyen állami juttatásokat is kaptak a háztartások. Tehát van egy ilyen általános globális inflációs hatás, ami az élelmiszer nyersanyagárakat is emeli. És viszont azokban az országokban, a legszegényebb országokban, tehát Dél-Kelet-Ázsia bizonyos országai, vagy a Fekete-Afrikai térség, vagy néhány latin-amerikai országra gondolva, ahol a jövedelem 60%-át a háztartások jellemzően élelmiszerre költik, ott egy ilyen élelmiszer árdrágulás nagyon kedvezőtlenül érinti, és valóban kizárja őket az élelmiszer keresletből, kizárja őket az élelmiszerfogyasztásból. De természetesen az ukrán háború az egy ellátási problémát is behozott ebbe a képletbe. Beszélnek arról is, hogy például Afrikában ugye soha nem látott éhínség következhet be, de vizsgálhatunk meg ázsiai országokat is. Ott van már jó példának Sri Lanka például, ahol konkrétan már olyan szintű válságról beszéltünk, amit nevezhetünk tragikusnak is. Elég, hogyha mondjuk azt szemléltetjük, hogy az alapélelmiszernek számító rizs 93%-kal lett drágább. Arra is rávilágít, hogy szigetországként, tehát hogy ott nehéz hozzájutni külső forrásokhoz, hogyha nincsen szállítmányozás. Ugye összességében a rizs az a világpiaci ára egy év alatt ennyit nem drágult, csak 31-32%-ot, de például hogy az ukrán háború nagyon jól kimutathatóan felerősítette azoknak az élelmiszer nyersanyagoknak az árdrágulását, amelyek Ukrajnából is származnak, tehát ilyen például a búza, az árpa vagy a napraforgó. Tehát például a búza esetében egy olyan közel 70%-os világpiaci áremelkedés történt az elmúlt egy évben, és ennek egy jelentős része az az ukrán háború miatt. Ugye itt arról van szó, hogy Ukrajna is egy jelentős búza, árpa és napraforgó exportőr, és ezzel együtt Oroszország is az. Ugye Ukrajnából nehéz kiszállítani most bármit, a logisztikai útvonalak el vannak zárva, a kikötők blokkád alatt vannak. Oroszország esetében pedig szankciók vannak Oroszországon, tehát nem kereskednek bizonyos országok Oroszországgal, tehát onnan sem jön ki bizonyos irányban. És mondjuk például, hogyha azt nézzük, hogy Európában, ugye Hollandia egy nagy interkontinentális kikötőhely, ahonnan a világ többi részére megy termék, és többek között Hollandián keresztül is sokfelé ment eddig orosz gabona, tehát most ezek a csatornák is el vannak zárva, közben meg kellene találni, ugyanúgy, ahogy egyébként az olaj kapcsán minden nap beszélnek róla, hogy hogyan kell új vezetékeket kiépíteni Oroszországnak Ázsia felé, ugyanez a kérdés, hogy a gabona útvonalát megtalálja más irányba. És megoldható-e ez, vegyük például Egyiptom? Hát most itt ugye a rövid távú
kérdés van, tehát hogyha jövőre már éhen hal Egyiptom nagy része, akkor mindegy, hosszú távon már nem kell gondolkozni. Tehát a rövidtávú problémát kellene megoldani, aminek ugye az lenne a feltétele elsősorban, hogy mondjuk például az ukrán gabona eljusson a Fekete-tengeri kikötőkbe, és onnan eljusson többek között Egyiptomba, vagy Eritreába, vagy Szudánba, vagy egyéb más afrikai országokba, ami most jelenleg nem történik meg, éppen egy biztonságpolitikai szakértőtől hallottam egy rádióinterjúban, hogy ugye az oroszok megnyitnák ezeket a kikötőket cserébe azért, hogyha az ellenük bevezetett gazdasági szankciókat eltörölnék, ami irányba most egyáltalán nem harad a nyugati világ, tehát itt éppen az ellenkezője történik. Hazánkat milyen mekkora mértékben fog érinteni ez az élelmiszerválság, az már biztos és látható, hogy az élelmiszerárak stabilizálása teljesen irreális jövőkép. Most ugye a fejlett országok, többek között Magyarország esetében az élelmiszer áremelkedés egyelőre nem annyira súlyos probléma, hogy kizárna minket a fogyasztásból, mert azt lehet mondani, hogy a jövedelem, ez akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában ilyen szinten biztosított. Magyarország mezőgazdaságilag önellátó képes, sőt túltermelő képes, exportra termelő képes. Tehát itt ugye a magyar kormány már bevezetett nem csak a mezőgazdasági termékek, hanem egyéb más nyersanyagok esetében is kiviteli korlátozásokat, kiviteli engedélyeket. Tehát itt én nem látok olyan problémát, hogy az ellátás biztonságával bármi gond lenne ebben az évben vagy jövő évben, de azt látjuk nyugat-európai országokban, amelyek importra szorulnak élelmiszerből, hogy ott hát ugye szívesen megvennék 4 euróért a 1 kiló lisztet, ami ugye több mint 1000, majdnem 1200 forint, vagy sőt több mint 1200 forint lassan, ha lenne a boltokban, tehát ugye Hollandiában, Németországban például az ilyen ukrán eredetű liszt, napraforgó olaj, meg az ilyen tartalmú termékek lassan hiánycikké válnak. Most ezzel szemben Magyarország szerencsés adottságú, ezekből a termékekből önállátóan is képes termelni. Az egy másik kérdés például, hogy mondjuk a magyar malomipar mennyire van rászorulva erre a ukrán forrásra, és akkor ehhez képest ez hogyan fogja befolyásolni például a magyar élelmiszeripari exportot. De az biztos, hogy a magyarországi élelmiszerellátás az nincs veszélyben, az egy másik kérdés, hogy milyen áron jutunk ezekhez. Viszont az árakat az fogja befolyásolni, hogy a magyarországi nagykereskedők és élelmiszervállalatok mennyire tudnak készletezni a magyar forrásokból. Most például ugye látjuk azt a faipari nyersanyagoknál, hogy mivel a hazai forgalmazók bekészleteztek fa nyersanyagokból, vagy fa áruból, ezért itt van egy árcsökkenés. Nem csak a világpiaci ár miatt, hanem egy azt meghaladó árcsökkenés is van. Tehát az ellátás az egyben biztosítani fogja azt is talán, hogy az árak ne emelkedjenek olyan mértékben, hogy itt 1000-1200 forint legyen egy kiló liszt. Részben megnyugtató, részben nem. Bízunk a legjobbakban és abban is, hogy a válság által súlyosan érintett országok is megtalálják azt a rövid távú megoldást. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig a figyelmet. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.